A hét elején kaptuk a hírt, 89. évében elhunyt Pomogács Béla, Széchenyi díjas író, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke. A budapesti születésű Pomogács Bélát szoros szálak fűzték Erdélyhez is. Az erdélyi irodalom szakavatott ismerője volt, és folyamatos kapcsolatot ápolt az itteni irodalmárokkal. Dr. Balázs Imre József, irodalomtörténészt, egyetemi docenst köszöntöm a stúdióba, jó napot kívánok, szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Hát köszönöm szépen, hogy befáradtál. Valamelyik interjúban említi Pomogács Béla, hogy a Kárpát-medencéből talán ő ismeri személyesen a legtöbb magyar írót, és arról beszél, hogy mennyire fontosnak tartotta ezt a fajta kapcsolati rendszert, átlátni, és nyilván amiatt is, hogy nagyon sok egyesület, intézmény élén ott volt, szervezni is valamilyen formában, így módon az irodalmi életet. Hogy látod őt ebben a munkában, hiszen személyesen is ismerted? Amikor én beléptem az irodalmi életbe, pályakezdőként, 90-es évek közepén vagyunk, akkor ő volt a Magyar Írószövetség elnöke, és nagyon magától értetődő volt számomra, hogy egy írószövetségi elnöknek ilyennek kell lennie, mint amilyen Pomogács Béla. Éppen amiatt, amit te is mondtál, hogy hihetetlen kapcsolathálója volt, amit utazásokkal, levelezésekkel, publikációkkal, konferencia részvételekkel épített újra és újra. Nagyon sokat járt Erdélybe, teljes Kárpát-medencébe, Felvidékre, Vajdaságba. És hát azt, amit ő írószövetségi elnökként művelt, azt az anyanyelvi konferencia elnökeként, vagy aztán később az IÉS alapítvány elnökeként még tovább építette. Tehát azt gondolom, hogy volt legalább 2-3 évtized az ő életében, amikor folyamatosan úton volt valahol, valahová. Mi volt az, ami érdekelte irodalomtörténészként? A szakdolgozatát már erdélyi irodalomból írta, Kuncz Aladár volt az első témája, az első könyvének a témája, az 60-as évek végén, talán 68-ban jelent meg. És hát Kuncz Aladár ugye egy olyan figurája a két világháború közti erdélyi irodalomnak, aki összeköti a nyugatot az erdélyi irodalommal, ugye nagyon sok évét Kuncz Aladár is Budapesten töltötte, és egy központja volt az erdélyi magyar irodalom életének. Tehát nem véletlen, hogy rajta keresztül Pomogács Béla tulajdonképpen az egész erdélyi irodalomra rá tudott látni, és akkor írt könyvet Jékeli Zoltánról, írt könyvet a transzilvanizmusról. Tehát ez volt, a Erdély volt az ő egyik nagy fő témája, a kései főműveinek egyike, egy erdélyi irodalomtörténet volt Pomogács Bélának, 2008-2010 körül jelent meg. Mi érdekelte? Még érdekelte a nyugati magyar irodalom. Ugye ez is egy nagyon hiánypótló dolog volt a 80-as években, különösen mit írnak Franciaországba emigrált szerzők, az Amerikába emigrált szerzők. Írt róluk Pomogács Béla, Faludi György is közéjük tartozott róla, külön könyvet is írt. Úgyhogy érdekelte még az avantgárd például. Ezt onnan is tudom, hogy amikor a doktori értekezésemhez 2004-ben a szakmai bizottságot kerestük, akkor adódott, hogy ő legyen az egyik oponense a dolgozatnak, hiszen két könyvet is írt a magyar avantgárd irodalomról. Szóval tulajdonképpen minden érdekelte, azt is mondhatjuk, a 20. századi magyar irodalomban. Nagyon tájékozott volt, mindent tudott, ami a rendszerváltásig történt, azt gondolom, ebben az irodalomban, határokon, innen és túl, és ezek a személyes kapcsolatok pedig aztán tényleg a rendszerváltás után megsokszorozódtak, szorosabbá váltak, tehát erről szólt aztán nagyon sokáig az ő pályája. A két világháború között születik, ugye, és hát egy olyan életpálya, amely test közelből követi azokat a
történelmi pillanatokat, amelyek meghatározzák a magyar kultúrát és társadalmat minden vonatkozásban, a határok elmozdulását jobbra-balra, és lehet, hogy emiatt is az érdeklődése fókuszában marad az elcsatolt területeknek a sorsa, erről nagyon sokat értekezik, a kisebbségi irodalmaknak a helyzetéről. Erről hogy a picit tudnám mesélni, hogy hogyan látta ő, főleg amiatt is, hogy volt egy, hát ha lehetetlen is, egyfajta holisztikus rálátása, ismervén ezeket a tereket. Egy ilyen kiegyensúlyozó ember volt, aki megtalálta a hangot a legkülönbözőbb emberekkel, és ugye ez a rendszerváltás után különösen ez egy nagyon fontos tulajdonság volt, vagy lehetőség volt, és én azt gondolom, hogy a transzilvanizmusban is többek között ez érdekelte, hiszen tudjuk, hogy eredetileg a transzilvanizmus is egy ilyen kiegyensúlyozó, dialógus kereső ideológia. Na most az, hogy a integrálni, ugye, akkor lehet ezeket a határon túli irodalmakat az összmagyar irodalom testébe, hogyha nagyon jól ismered a magyarországi irodalmat is, benne élsz, könyveket írt, ugye szintén Déri Tiborról, I. és Gyula tanulmányai voltak, lehetne sorolni, hogy még ki mindenkiről írt könyveket, és hogy ebbe hogyan illeszkednek bele a határon túli irodalmak. Én azt gondolom, hogy ő abban gondolkodott, ebben a bizonyos kultúrnemzetben, hogy lehet, hogy el vagyunk szakítva határok által, de az, amit a kultúrában építünk és írunk, az tulajdonképpen egységes. És ilyen szempontból tehát erre figyelt a határon túli irodalmakban is, hogy igen, ezek beilleszthetőek ebbe a nagy egészbe, és mindegyiknek megvan a maga helye. Erdélyben róla is íródott könyv. Hoztál legalábbis két publikációt, Cseke Péternek az interjúja az egyik. Igen, a 2019-ben jelent meg az egyetlen pályakép Pomogács Béláról. Cseke Péter kollégánk, egyetemi és korunkos kollégánk írta ezt a portrét, pályaképet Pomogács Béláról, amely, tehát ez a könyv, voltak éppen ebből a pályaképből és egy nagy életút interjúból áll Pongács Bélával, és hát azt is fontos persze hangsúlyozni, hogy az erdélyi intézményekhez egyenként is, szinte mindegyikhez fel lehetne sorolni, hogy hogyan kapcsolódott Pomogács Béla a korunkhoz, ugye, amelyiknek én magam is szerkesztője vagyok, nagyon szoros szálak fűzték, főként Kántor Lajos személye által. Könyvét is jelentettük meg az Ariadné könyvek sorozatban, de nagyon szorosan együttműködött a Csíkszeredai Pallasz Akadémia könyvkiadóval például, vagy a Marosvásárhelyi Mentorral, és végig tudnám mondani szinte, hogy melyik folyóirat, melyik könyvkiadó az, amelyikkel mind együtt dolgozott valamiképpen. Ő nem szerette ezt az exkluzív dolgokat, hogy egy útvonalon haladni, tényleg egy nagyon hitelesen tudta ezt a teljességet, holisztikus látást képviselni, hogy mondtad. Hát volt valami programatikus mindenképpen ebben a fajta működésben, és hát annak ellenére, hogy ugye a politikai folyamatoknak is óhatatlanul részese volt, akár ilyen formában, akár az IS Alapítvány kuratóriumában ülve. Talán egy helyütt említi, vagy több helyen is, hogy óckodott politikusi feladatkört vállalni. Vajon miért? Bár kézenfekvő lett volna. Hát azt tudjuk, hogy Magyarországon a rendszerváltást, ugye tehát az értelmiségnek nagyon nagy szerepe volt a rendszerváltás előkészítésében, és ugye Pomogács Bélának az 56-os múltja is ugye afele terelte őt, hogy ezekben az előkészületekben részt vegyen. Ő leginkább ehhez a bizonyos MDF politikához állt közel akkoriban, de hát persze tudjuk, hogy a rendszerváltás után
pontosan az oldal egy picit átalakult, és kereste ő is a helyét. Valószínűleg ez az elbizonytalanodás ennek is szólt. Másfelől ő ténylegesen a kultúrában és a közéletben, tehát ő a közéletet szerette, a politikát kevésbé. Azt gondolom, ő ebben volt hiteles, ebben volt jó, és az a teljesítmény, amit nyújtott ezeken a területeken, az lenyűgöző, emlékezetes. Mondjuk az erdélyi barátai, kollégái, írótársai hogyan rezonáltak arra képre, amit ő kínált az erdélyi magyar irodalomról? Mert itt mindig volt egyfajta diszkrepancia. Tehát ennek a holisztikus egybelátásnak a gesztusa és a különállóságnak a revendikálása között mindig volt egyfajta feszültség, akárha a szlovákiai vagy csehszlovákiai magyarokról, hogyha a korábbi időpontokat, akárha a délvidékieket emlegetjük, vagy az erdélyeket. Hát ez egy érdekes kérdés volna végigvizsgálni tulajdonképpen azt, hogy alakult-e menet közben Pongács Bélának a víziója. Ez lett volna a következő kérdés. Ezekről például az erdélyi szerzőkről. Azért ugye ez mindig egy generációs kérdés is. Ő most lett volna nem sokára 90 éves. Azt gondolom, hogy azzal az irodalmi értékrenddel rezonált kiemelten, amely mondjuk az ő generációját, illetve az egyel, kettővel fiatalabbak generációját jelentette. Tehát azt gondolom, hogy ő azért egy ilyen Sütő András, Kányádi Sándor, Király László, hát nagyjából ez lehetett azért az ő erdélyi irodalom képének is a magjában. Aztán a nyitottsága révén kereste a fiatalabbakkal is a kapcsolatot, és megtalálta a hangot, tehát emlékszem ilyen személyes beszélgetéseinkre, hogy tényleg teljesen jól tudott működni, ő át tudta lépni ezeket a generációs, kommunikációs, hogy mondjam, távolságokat. De hát ez is hozzátartozik, azt gondolom, egy szakembernek a világához, hogy azért tudjuk, hogy ő honnan nézi, mi az ő álláspontja, és ahhoz képest aztán elhelyez dolgokat. Utolsó kérdésként, hogyha a műveire gondolunk, talán 40 vagy talán több mint 40 kötete jelent meg. Hogy melyik az, ami számodra fontos, vagy kiemelnie? Mindenképpen kiemelném az említett Kései főművét, Magyar Irodalom Erdélyben a címe. Azt vártuk tőle mindannyian, hogy végigírja a 20. századi erdélyi magyar irodalom történetét, és ő lesz az első, aki ezt egy személyben végigírja, és ezt 4 kötetesre tervezte 1918-tól napjainkig, és ebből 3 kötet készült végül el a rendszerváltásig tartó részek. Ez egy hatalmas munka, és nagyon hasznos munka, hogyha valakit adatok érdekelnek az erdélyi magyar irodalomról, akkor ezt mindenképpen a figyelmébe ajánlom, a teljességre törekvő mű. És hát mit emelnék még ki? Mondom, az antológiáit, a nyugati magyar irodalomról szóló munkáit, az avantgárdról szóló munkáit, a Déri Tibor monográfiáját, a Kuncaladár monográfiáját, már is kezdek túl sokat mondani. Nagyon sok tanulmány kötetet is írt, főleg a rendszerváltás után évente akár több tanulmány kötete is megjelent, általában ilyen tematikus bontásban egy-egy kérdéskört jár. Nyírőről, bár nem tudom, hogy abból született-e kötet. Nyírőről ő állított össze egy kötetet, nem ő írta, és így tovább, tehát tényleg a jelszó és mítosz vitáról, a kettős kötődés vitáról, amely a 70-es években zajlott a Magyar Írószövetség és az Erdélyi Írók között. Szóval
Kolozsváron azt kell mondanom, hogy az erdélyi irodalommal kapcsolatos munkássága a legfontosabb számunkra, de ezen jóval túlmutat ez a pálya. Ebben maradunk. Imre, köszönöm szépen, hogy befáradtál. Köszönöm.